Notelele, Nopere, aki látta a legújabb kezdőrúgás videót, az tudja, miről van szó. És most ez a videó egyébként, ami a kezdőrúgáson kiment, az nem csak egy olyan videó, amit csak foci rajongók nézhetnek mások meg. Is. Mert a Messi legnagyobb rajongójáról, Suzy Cortezről szól. De nem is lőjük le a poént, hogy nézzétek meg. Csak nézd meg, a borítóképre rákattintol, tuti rákattintasz. És nélkül nézed a többi videót. De a mai... követni. A mai videóban pedig, azaz live-ban, egy folytatjuk a Xenoverse 2 VS partinkat, az év végit fordítottam mondom 2023-ból, és hát még az első forduló sem ment le, de a lényeg az, hogy most szerintem ebbe a live-ba lemegy. De az első. Ha nem, akkor nem, de a lényeg az, hogy utána ugye ez mindig úgy van, mi hosszabb, az ugye gyorsan fog utána hirtelen tünedezni, tudjátok. És nem felejtjük el a Great Cyber Gohan, mert azt... Be kell hírni, kihagytuk. Kihagytuk, így ő a végén kap ellenfelet, vagy ugye automatikusan tovább. Ez megint ledobta-e? Igen, miért? Akkor várjál, kihúzzuk. Azt csináljuk. Hogy ő megy előre? Nem, hanem lenyomba tartom ezt, és csináljuk újra a kapcsolatot. Aha, akkor kicsit kell húznom, csináljuk úgy Bluetooth, várjál. De miért? Mert lehet, hogy nem is, mert a bajukban van. Hát. Nézzük így, reméljük, hogy nem fogja ledobni, ez ugye egy másik dobtó. Ha, és ugye mondtuk is, hogy ha ez nem jön össze, akkor dobjuk az egész VS-ba. Mi rossz nem? Igen. Csak. Vagy kicseréljük a másik részt. Vagyis mára dobnám. Jó, ma ropog a hú. Ja, akkor kicsere, hát csere, csere. Reméljük, hogy jó. Most meg is várunk egy kicsit direkt most. Ledobta, igen, a másikba dug bele. Ennyit ledobta? Uh-huh. Másikba, múltkor melyikbe volt? Csak szűk még a bemenet. Igri. Úgy kap, kihúzom mind a kettőt. Melyikbe volt dugva a múltkor? Hello? Abbani? Majdnem a giliszta poént mondta. Valahogy. Baszki. Mindig te viszel minket olyanba. Tegnap nélem volt live. Más kiláltunk, pont elmaradt, de cserébe ugye lesz majd helyette más. Hát akkor... Volt előbb? Aha. Köbbjük hátul ide. Még nem, ott kint. Valamiért lehet, hogy ott erősebb? Ne. Jelen a Bluetooth újra. Nem kell akkor újra, mert fel kell ismerni. De, is. Nézem, ledobja-e. Ledobja, akkor nincs live. Ha látod, történelem, lehet, hogy te mást hallgattál, vagy nézti. Ja. De dobja? Hát ugye az már mindegy. De ott mi lenne erősebb? Nem lesz erősebb, tudod, hogy le fogja dobni, akkor megint lehet. Nézem, hogy világít-e. Ez jön, mehet? Az volt alul? Ne cseréljünk kontrollert? Mert úgy is rossz neked, úgy cseréljünk be. Ne. De! Nem. Miért zavar a kábel? Tudtok valami jó Xbox controller-t? Na. Nekem fel sem tűnt, közben elnémulunk csak egy pillanatra. Nem dobja le. Na, akkor így legyen. Na, jó. A Xenoverse Live ezért nehézkes, de tényleg nagyon jó vele játszani. Csak nehézkes. Mert egyébként nem értem, hogy miért ilyen bonyolult a controller, na. Pedig volt fekete péntek akció a controller. De hiába vesz, az is PC, annak is van Bluetooth, akkor a Bluetooth, tudod, hogy a Bluetooth-ot szok. De mindegy, jó lesz így. De van egyébként, egy Bluetooth adapter kellett volna venni jobb. Ha mindegy, remélem, hogy lesz rossz, mi? Ribbon crack. Ribbon crack. Mi? Jó reklámot. Mert te kötözködtél, látod? Ilyen reflexot. Elvileg minden jó, de azért... Csak egyszer indítjuk, már megy is. Ha, nem tudunk módosítani, szóval... Azt az internet is jó? Volt meg itt nem, a semmi? Nem, volt meg itt a semmi. De akkor ezzel lépjek be? Nem. Mi?
Nekem mindegy, melyikkel vagyok. De neked nagyon nem jó az a kontroller. De jó. Ne. De jó. Nem, amúgy válthatsz bármikor, amikor ott de van. De nem jó, ha például így kell. Uh-huh. Akkor pont jobb, hogy a kábel itt van. Szóval ebben lépjében. Ne szórakozzunk, jó? Hát akkor majd vereséget szenvedsz, Balázs. Mely? Hát ugyanott vagy. Ugyanúgy kábel. Jó, minden. Melyiket nyomjam meg. Jó, visszaszólkoz. De bármikor válthatsz ott a... Tudom, majd akkor váltunk. Hát akkor így, ha Ricsi meglátogatna minket, akkor is oda tudod tenni. Ricsi. Billy. Ezek egy kicsit ezek hangot, mert levont jön ez? Jó, akkor. Így marad? Na, pat, jó, ugye? Minden? Amikor csináltam ezt a karaktert, emlékszel? Ezt én csináltam, ez a karakter nem létezik. Ez importált karakter, a 100%-a. A rakományhoz tartozó karakter. Megnézem én. Pillanat, hát ez is olyan. Aha, pillanat. Már akkor le némójak adni? Minden jó, szóval jó. Jó, ki küldözgeti ezt a sok szívet, te? Suzy Cortez. Na, le, valakit letítottam. Na, véletlen. Na, látok, most valaki jelezze, amelyet letítottam. Na, most véletlen, adjad a kar. Ja, várja. Adjad egyébként. Pili. Így, na! Így ott látottuk, hogy a kalipa tovább jutott. Ezt megnyitjuk. Győztesek. Kalipla. Kalipla, kalipla, kalipla. Uh-huh. Ki igen, ma kettő ellen volt? Aha. Ez a klinik jönnek. Te voltál kaliplával? Uh-huh. Még úgy volt, hogy te nyersz. Krillin Raspberry ellen. Raspberry. Az a lövész. Raspberry. Hát nem is tudom, hogy egyszer talán tovább jutott. Krillinből bármelyiket hozni. Ja igen, Raspberry az azt jelenti, hogy namekosot kell hoznod. Namekos Krillin. Nézd meg a Raspberry az-e? Hát azt tudod, hogy melyik karakter az a lövész, nem? Még az jobbra. Jobbra egyet. Az. Tehát ez dermesztő katona, így olyan Krillin kell hoznod, aki a dermesztős történetben vagy a Namekosban benne volt. De akkor már jelsz, az az a Krillin a páncélos. Aha, a páncélos Krillin. Az amúgy a legerősebb. Uri, vagy te benke? Na, egyébként, beszem a fényerőt azért annyira nem. Igen, annyira nem. De azért legyen fényes, ha látja, mit kell. Írok. Forrolj az energiával, Bala. Vissza, te őrült! Raspberry pedig melyik a legerősebb? Egyes. Milyen szerencsétlenkedést. Mi a baj, Mickey? Super Black Jam, nincs legerősebbem, ajjaj. Hát hozom a... az elsőt. Megváltozott a színvonal? Hát ne szórakozzatok ma! Melyik volt utoljára a pályán? Pont az ez. Mindegy, menjünk előre. Jaha. Igen, pont az. Hát ha nem tetszik, amit tartalmunk, akkor ugye nem tudok azt mondani, hogy maradj, akkor vissza. Hát a Mikron szereti a DB-t. De most mondjad, már unalmasak vagyunk, meg nem elég a színvonal. Esélyed sincs! Nem fogom vissza magam. Legerősebben viszont mi? Így nagyon támad.
Hát ezt nem, nem tudom megnyerni, de azért... Dobd el, Green! Hát azért... Oh. Tudja feszíteni. Lehet, hogy még nyerek. Meg akartál vakítani, hogy utána hasamba üssél. Aha. Jaj, ne! Nincs erősebbet? Nincs. Jaj, ez így nem, tényleg megölsz! Szerintem itt kamahamival végül. Azonban nekem nincs legerősebben, akkor hogy? Köszönjük hozzá! Ez ott az első menet, még van egy. Balázs már ikálni akarta, pedig tudja, hogy két menetet. Elfelejtettem, bocsánat, mindig elfelejtem. Egyébként a Krillinnek kirajzolódik a segge. Hát animébe is? Hát én szegyetet meg kirajzolni. Úgy behar a fogába. Ami? Raspberry! Minek csinálták őket, hogy... Hogy lett volna ezt csinálni? Ja, mi nem volt, láttad? Mi akadtunk? Rakomány, kicsit meg... mit csinál? Még... Tovasodok. Megdörrent a hajón belül. Hát ezt nyerte, csimán, Krillin. Hát semmi esélye van. Ja, a VS Party miatt. Hát de nem VS Party volt mindig, gyerekek! Hát a Storm, a Connection az nem volt VS Party. A Connection az egy story játék volt. Neked kell gyűjtni. Hogy hívják a... beakadt a facecam. De jó. Akkor az volt a hiba. Akkor simán lép ki. Újraindítjuk. Másképp nem tudsz kilépni. Elkezdődik, ha ilyenkor érzem azt el, miért akad be? De egyébként nem lesz egész héten VS Part, hiszen vannak szünetek. De mi, a Miklós miért nem szereti a VS Part? A klép is hibá. De mi akad be mostanában? Ó, mert majd megint elromlik, elromlott már egy kameránk egyébként. A kameránk tuti, nem esetleg a kábel? Lehet, hogy Miklós nincs tisztában azzal a hagyománnyal. Hát ő is itt volt, de ő is volt hogy már. Ilyenkor VS Party időszak van? Például a Legends is szokott csúszni, vagy kihagy mondjuk heteket. Jó, tovább vagyunk ki, gyé. Hogy megpattunk. Nem értem. Hát igen, Mikhail, de visszajövünk. Szar ügy egyébként, azt hiszem én, ahogy összecsavarodik, és a szépnek a tetejére rakjuk, akkor lesz jelent ilyen horosta. Lehet, hogy az megszopik. Szóval is akkor veszünk addig egy kábelt. De már elég, nem költök kábelre, akkor nem lesz facecam. Na, hát halljátok a hangunk. Ha hát megint megakad, akkor szóljatok. Akkor hang lesz, igen. Na, jó minden! Pedig igen. Jó minden! Jó battok! Előbb mi sargák voltunk.
Ugye a kamera beállítás nélkül nagyon szar. Pedig alapbeállításon kellene használni. Hát akkor hippizék vagyunk a majd. Ez így van. Ja, most nem. Sajnálom, mi majd betegek vagyunk, ezt kell tudni, és abban át kell, hogy gyorsan átteketünk, és lebuktunk. Ja, most hiába mondjuk Mikey-nek, hogy ne így van a Miki, de akkor is hiszünk. Mi is hiszünk, és akkor ez kiderült minden. Na. Tudjátok, ha megint van hiszkamakadás. Megint most. Neked kell nyomni. Ha megint lesz fészkamakadás, akkor lelőjük a fészkamos live-ot, és akkor dumálunk így. Peter Pettigrew! Exit? Miért? Ó, Balázs, miért akartál kilépni? Véletlenül? Nem, mert láttam valamit ott. Kettik az ír. De nem az egyébként, a VS part az nektek nem tetszik? A connection még lenne, és utána esetleg egy Tenkaiji. Miklósnak nem szereti a VS-et. Tökölést, és direkt kötözködik, hogy a színvonal, hát nem tudunk tenni gyerekek, akkor játszunk csak konzolonszkét. Hát ugye ez speciális megoldás így. Beletek, hogy szokták több mondani, ha szeretnéd fejleszteni a minden támogatást és bevételt a stream fejlesztésére költünk. Szóval mi kiíts ki a pénztárcát, a donételjé, és akkor veszünk egy ultrakábelt aranyozott véggel, ami nem szakad meg. Mi, hogy is mondják ezt? Rostélyos? Vagy nem tudom, milyen kábel, ami soha nem szakad meg. Mert már tényleg egyébként, vagy nem tudom, hány ilyen kábelt emésztettünk már meg? Sokat. Hát a Tenkaiji eddig minden évben tudott lenni, amióta van VS Party. De ugye, ha ilyen negatív vízhangja van, akkor lehet, hogy mondjuk a Xenoverse lesz az utolsó. Bármi megtörténjen. Már idén, akkor lassan mi? Amorant is 30. Akkor ez volt utoljára? Nyertél, aha. A kábelt nem kezelni kell. Nem tudom, mit írtál, Miki, de a kábel megszakadt, tudod? Really? Jó írta? Balázs, mindegy. Ezért Krillin legyen jó írva. Gonosz Janemba Piccolo. A gonosz Janemba az ki? A gonosz Janemba a démon. Mindig te kapod a démonok? Valahogy azok mindig én hozzám tartoznak. Az azt jelenti, hogy kb. A búsz időszak. Piccolo kell. No, melyik itt a búsz Piccolo? Ez a szeles. Akkor... Túl súlyban vannak, néha terveztünk mi többel, csak kicsit elmert. Volt Street Fighter... Minden Mortal Kombattal is akartunk tervezni Street Fighterrel, de hát el... De hát ha nincs rá igény, akkor nem tudunk mit tenni. Street Fighter ugye egy nap alatt lemenne. Az kettő nap kb. Vagy lehet, hogy egy is. Mert ugye ott kevés akarat. Ha mert megint megakadunk, akkor nem lesz akkor a mikrofon. Ilyen. De ma nem hozza ki a karácsony előtt a új kábelt a posta. Ki hozza még? Ki hozza. De nem biztos, hogy megszakadt. Van egyébként tartalék. De az megszakadt. Ugye nem komolyan a Piccolónál senki? Mindegy, ki komoly. Én te nem veszed komolyan? Szóltam magam. Mi volt ez? Hangrobban áll. Piccolo is mond ilyen hangot, ha ki mondta? A Street Fighternek örülnétek egyébként, akkor a DB-seknek miért nem? Bakunki waha! Bakunki waha!
Jó, hogy ezt nyomkodnom kellett volna, öregem! Ja? Yeah. Ki kell védeni különleges módon, mert nagyon üt. Bassza meg! Milyen jó a Piccolónak! Kivédés egy Pesobinkonát rád nő. Van G is jön mindjárt, vagy valami van valami? Van G valami? Én a második meret. VS partit nem szeretik. Aha, na, például a történelminek is unalmas, meg a Miklósnak is. Vannak még akiknek igen? Hú, pedig én mit terveztem? Jelen be, van zavaró a védekezés! Ah, mennyit veszel! Mindjárt rádordítok akkor. Egy vagy két erőd van neked? Kettő. Mindenkinek két, hiába van egy valakinek, akkor is kettő lesz mindenkinek. Ez nem lehet, hogy a többségnek egy-kettő van. Ipós Kwanji? Fehérben? A francba! Hát ez ide még, áttörődik a védel talán most. Mindig ordítok egyet. Hé, mennyit nyomtál? Megint Piccolo. De ez hogy? Ez neki egy ilyen védelmi mechanizmus is így lelő. Nagyon jó ez a Piccolo. Eljössz. Írd fel, hogy Piccolo. Piccolo. Nem merik nekünk elmondani? Hogy? Nem jó a VS Party? Vagy itt ír most a történet? Várjál már, azt mondja. Most beérek tőlük, nem megy elmondani? Vagy most mi van? Győztes? Piccolo. Hogyhogy nem? Nem jó ez így, nektek biztos buri, de nézni annyira ne! Nem merik elmondani! Inkább játszunk mindig mással. Legyen sztori játék. Gohan Bu, up! Ezt le se játszunk. Aztán legyőzlek. Gohan Bu, Krisztus, komolyan mi esélyed lett ez ellen? Apule! Tiéd a Gohan Bu? Azt mondom, megyek is érte. Nem, ez az új karakter volt. A... Segítség. Az. Ő. Van neki kostomizálható. Mi is van neki? Kamehame Candy Cream? A izék a legeresebb, amikor a Ghost a szellem. Ez az apu, de menj itt a legerősebb. Őszinte vagyok, az apulékat meg lehet verni, mint a szar. Mikinek mondjuk, hogy nézd meg a Suzy Cortez-es videónkot, a gyere biztos, az, hogy ma jó vagyok. Na. Dezső, te is nézd meg a Suzy Cortez-es videót, ez most egyébként Messi és róla szó. De a lényeg a Suzy Cortez-en van, ő a legnagyobb rajongója. Örülünk, hogy tetszik. Elég lenne belőle egy héten egy? Nem, elég lenne, úgyhogy mindenből VSS-el egy héten. Aha. Beosztva. Aha, ezt gondoltuk egyszer, hogy az úgy jó lesz. Pedig mindig volt, akkor lehet, hogy elrontottam én az egészet. Az évnek a utolsó két hónapja mindig VS Party volt eddig. Azt tönködik neked. Hát várom. Nem tudtunk el vele játszani. Mivel? GTA 6-tal. Tényleg jön. Hát figyeljetek, a GTA az nekünk... Ilyen próbajátéknak jó. Elsőnek igen, meg ha lehet csinálnának belőle ilyen... Hát nem tudom mit. Ja, ha nem azzal lehet velük nyerni, né? De már nem lehet végtelenség csinálni.
Nem teleportáltak így alád. Nem tudta folytatni, milyen érdekes. Ám ne! Nincs védni. Hogy halt meg? Első köt nyerted, második. Első? Mhm. Szétfeldet. Direkt meggyorsítom. Ne. Akkor esélyed sincs, akkor... Ribó, van esélye. Van, csak nem veszek annyit. Még van teleportom is. Akivel változtatok. De miért nem tudok verekedni, csak hívál? Ha tudod. Szegény Apple, ez a búg az egyik legerősebb. Írd fel, gohanos búg. Ajajaj. Gohan búg. Vadosz, Fish ellen. Most ez hogy? Ez hogy? Vajat, te ellen. Hogy tudtad ezt így összekeverni? Vadosz? Uh-huh. Háromszor randomizáltunk, nem? Mert. Vadosz, Fish. Vadosz? Uh-huh. Ő is új karakter volt. Tehát jobb, ott van aludni. Ő amúgy erős, ilyen folyókat dobogat. Comment, meteo, és valami, ő is olyan használható. Ő azért harcilag jó. A víz viszont néha erős, néha nem. Csak valami izével tudsz. Na ezt hogy? Én randomizeltem. Hogy elveszem a képességedet, hogy nincsen mid is. A izémet, a staminámat átütött. Hát de ugye nem biztos, hogy arra értik az erőt. Elrontom! És miért verkednénk egy csak buttal? Hát idegesítő vagy a botos verekedéseddel! Itt aki elkap, azt nyer, vagy hogy van itt? Jaj, azokat el tudod dobni. Csetté, csetté! Hogy is dobom el? Ja, a X-tel. Szóre, 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 nem értem vele semmit. Milyen sokat vesznek? Azt nem megy ilyen, nem megy el addig. Oh.
Há, mi serül sem. Nyertem! Ez csalás, én simán jobban verekedtem. Visszavágó. Hú! De igen, mit élek abban, hogy nyomogatom te rajtnál, amikor az autóba nyomják már a pedalt? Hát, hogy kiesek. Ennyi kellett, csak rájön a képességre, van a... Ist... Közre kell beadni. Nem az. Na most. Hé, hey, gyorsabban visszatöltődött. Há? Távolok kell vala boldogulnom. Neked is van. Krisztus, hogy a fia a lény. Közben megnyertem a második kört. Mit csinálsz te? Hello. Ne akarsz győzni? Megpróbáltalak elkapni. Basztam. Ilyenkor ó kell, akkor közel van a ócsat. Ilyen. Golyók miatt! Akkor beadod a golyósat! Aztán meg a hatják, hogy ósodak cigarod a hátába. Már mindegy. Hallod, és még a belelövi be, hogy beléd megy a izi, akkor még a út is bekapod. Tovább jutott a Baros. Felhozok nektek gyorsan egy jó kis témát, ami lehet csámcsogni. Dancing with the Stars-ban Krausz Gábor nyer. Nem néztük, csak direkt vagyok átadni néztük. Balasz. Jó írtam, vagy egy véven írják, vagy duplom. Balasz, ez nem minden. Hát ez azért nem minden. Ne égessen be magam itt a gyerek elő. C17 Majin Buu. C17
Ez ugye hát a sima. Hát akkor a szuper diát külön van. Uh-huh. Azt a cicét hozom, aki a legerősebb. Aki oda teleportál. Ja, han igen. Ja nem. Mutasd. Ja, erre az időszakra akkor a... A kabátos az. Ja, de itt nincs, szóval azt tudod, amiket akarod. Ez az, nem, ez igaz? Mi a teleportál, hanem más felé. Kinek ugye sok formája van, azért kell a többit hozni. Nem nézitek, én is csak hallottam hírbe. De akkor az a T-Dani az ki egyébként? Meg a Marics Peci. Én csak azt mondom, ti jöttek a Pepsi Pepsi. Ah, azt jöttek a Pepsi ízé, az egy érekes volt az a gyerek, vagy ez, az egy ilyen ízé? Mert azt tudjuk jó, hogy a Tobi Azaria. Uh-huh. Ugye, és ugye ő egy youtuber volt, aki érekes lett, és például útkor live volt, vagy mikor, és láttam, hogy csak 800-at. De most a Tobi nincs itt. Az Aria nincs itt most? Hát azért csak tudod ki a Krausz Gábor Miklós, hát ő egy csép. Hello! Én tényleg nem, ez a, ő a konyhafőnök, nem, a másikban van. A sépek sép. Ah, és még nem nyert szegény ott. Pedig tényleg jókat választ ki. Halló, jókat választ ki. Takarod gyinden! Ja baj, dagadbú! Gyemede, útbe vagy! Á, kiestem még belül a spitte! Milyen jó meccseket játszunk le neki! Miklós nem szereti a DB-s harcokat! Jaj! Á, ne! Csoki, 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 get! Exportálnak. Nem jön össze a hasbaütés, gyerekek, hogy hasba üsse most akkor... Nekem se. Szigényed. Szigényed. Hát ezt a kört nyerted lehet. No ez most... Most ez... Mere van vissza. Hé, hey, miért nem ment el addig a csoki változtatóm? De vagy a Dash? Nem a... Dash? És őt ismernünk kell? Ki az a Dash? Nem tudom. Akkor... De aló, ki az a Dash? Halló, közben. T-Dani és Maris Peti egy jelöl híres énekesek, akik naponta érnek el hatalmas nézettség és felépül is köntünk hát volt már. Hát tudja, Maris Peti is ismerik, de a másikat nem. Maris Peti az ugye a Tóth Andinak adta a... Holba. Jaj. Na, erősebb a robot. Főleg, ha végig egy konyi eddig szerintem. Ő szita tornádó Balni. A frances csembere nem folytatta. Ah, ez fáj. Jaj, kapol olyan távolról. Hogy akarsz engem elkapni, gyerek? Miket növelsz magadba? Hát egyik az, hogy a szeminát tudja növelni energiából. Két legerősebbet? Hm? Ezt nem tudtam kivéteni. Nem ütel eddig. Hé, á, francba! Hát ezt mondtam, van másik is.
Én is ugye tudtadják, hogy a Wotang, de nagyon kikezdték utóbbi, meg ugye ő is tette le, hogy kikezdjék. Meg elvileg most visszavonult. A Dash az testvér, aki Azariával énekült régen. Ma nem. És a GVM-et ismered? Viszont tudod, hogy Azaria nem Dash-vér. Jaj, de szeretett volna! Ah, még fel is fújt az arca. Kevés ez a nem. Na így akkor nem szeretik egyébként a VS-part, akkor lehet, hogy azt kell csinálnunk, hogy nem live. Ó, az életedet is elvettem, milyen jó! Ha? Egyszerűbb lenne, ha acsiakot csinálnánk, ahogy... Aha, azt mondja, hogy egyszerűbb lenne nekik is, azt akkor csinálnánk néha egy Legends Live-ot, belövünk, ami érdekli az embereket. Azt meg, én neki kaptam. Aha. Most a 2-1 vagy 1-1? 2-1. Balázs. Hát az Azariának szerintem azért hiszik, mert a zenéje full cigányos, hát nem lehet azt mondani, hogy nem. Játszik. Népzene, cigányzene, mindenben, ilyen... Csak ugye most lehet, hogy ezt mondják, hogy nem, de mindegy. Ősztes. Pagyimbu. Hát ilyen. Pagyimbu. Hát igen, sajnálom Pagyimbu, de kiestem. Pagyimbu. Te mit töröd le, addig már zavarom. Pagyimbu is. Jó. Ginyu perfect set. Elvizem a zsesdédét. Perfect szel. Add el a testem. De melyik az a ginyó, ami elvett a zsesdédét? Nem tudom, hogy itt van-e olyan. Change, body change. Body vannak change. Vannak is van, mindnek van. Kiki kanon. Az a legerősebb is. Na. Perfect szelnek a dermesztős a legerősebb, elvileg. De lehet, hogy inkább a más. Antigravido Destekim. Hát, kiesik, akkor kiesik sajnos tört. Ugye én sem tudom, hogy milyen erős leszek hirtelen. Szerintem most a szert nem lehet megvenni, mert nagyon erő. Nem mintha egyedettem volna vele. Igen, ezt mond, olvastuk, hallottuk valakit ő már, ez a Anya Tyler. Csak mi most sem néztük meg, hogy az ki. Esküszöm, sajnálom, nem néztem meg. El voltam foglalva a Tuti Cortez-nek a képeivel. De látok, milyen nehéz videó volt, még folynak is van. Nem lehetett úgy szabadon várni, oda kellett figyelni, nehogy valaki... Mit csinálsz? Semmi. Milyen sokat elvettél. Én nem vetted el a szert, mert nagyon kapolás van. Bassza meg. Kapta azért. Te hogy kaphattad te valahogy? Csak nem testet akarsz velem cserélni. De miért nem odafordult? Hát de nekem mi? Miért arra fordulta? Még egyszer. De nem, az most a lövésnél is! Meg kell nyomnod még egyszer, Balázs.
Az még most is van olyan nyalóka, hogy rágó van a... Közepibe, ja. Hogy a titos, hogy elvileg az a titkos receptje az, hogy egy macska kakálja ki. Ez az így. Na, érted? De egyébként tényleg, na. És akkor Jackre emlékszel, nem tudom, lehet-e még kapni. Az tényleg jó, a rágó tényleg jó nyalóka volt. Nagyon jó nyalóka, de te még van? De van még, nem? Téli fagyit is akarok vetetni. Ahogy ma nem vetetek. Aj, Mikulás csomagokból nem hiányozhat a téli fagyi. Kinek hiányzik, az nem tudja, mi az a gyerekkor. Jó az a ginyúni. Aha, a pózai. Hát Tegyünk. Jó, elég feladtam ezt a... Yes. Ennyi, feladtam ezt túl a... erős ez aztán... Nem fordul meg nekem! Túl erős. It will sell perfect. Sell perfect? Mhm. Vagy pészel, úgy csináljuk. Sell perfect. Zarbon. Tényleg, Goku. Na ez az, ami... Megfordulhat, hiszen az arbonok... Micsoda? Nem már! Nem volt, szerintem jó, nekünk ilyen nem volt ilyen szarság a iskolákban. Facsomán itt összeváztak csomagot. Micsoda? De nem már, a suliban random mi alsósnak kell csomagot összeállítani. Miért? Nem tudom miért. Ott régen úgy volt, hogy kiválasztott te, hogy kinek, vagy kisorsolják. Miért nektek kellett olyan? Nekünk volt néha olyan. Akkor nem úgy, hogy ő... Ti nagyon pirasztok voltatok akkor, nekünk nekem nem volt, nem kett ilyet. Zarbon. Tudom, de nem az akkor ilyen nagyon, mit miért csinál neki másnak csomag? Én nem tudom, miért elme van ennek. Kék Goku. Kék Goku, az azt jelenti, hogy az a kék Goku, Zexel azért megszerezte egy filmjogot, amit a 300 folytatásának szállt Nagy Csándor szerelmi meleg történetét, ha akarják megcsinálni. Ez jó, érdekes hír. Nem tudok, hogy az egyik kedvenc filmünk az Alexander 2004-es, azzal szemben, hogy sokan ugye lenézik. Imádkozom, mert ugye nincs több. Ajajaj. Ez a legkisebb kék Goku. Most tényleg, ez milyen hülyeség már, nem? Még kéne egy csomagot összerakom már? Hát, hogy mennyi esélyen? Na, például téli fagyit nálad nem is látott a boltba. De akkor lehet, hogy Kojaket se. Pedig azok olyan jó. Nem, még kéne ezeket abba hagyni? Már nem szereti. Hát, ne, bocs, hogy nem szereti, vagy olyan drága előállítási költsége, mondjuk egy sima nyalókához képest. Mert ilyen gumis, vagy ilyen tej, vagy ez a fehér van, leszapodok az adatok itt. Egy centis idés sem menősköd. Taktikával nyerhetné. Ó, milyen sokat vesz. Ja, mert ez az egyik erőd, ugye? Nem a legerősebb. Arra gondolt. Ez mi volt? Ez egy bárkányra. Neked ellövi egyből, de nekem nem. Majdnem, Balázs, majdnem.
Ja, egyébként kezdünk nem figyelgetni az erőkre. Hogy tudod, nem használhatod annyiszor a legerősebbet. Hát mindegyik két erőd van, a lényeg az. Hát de mindkét fordulóra számít van kettő. Há, én úgy csinálom, mi te vagy? Hát például most előttem a warpot, akkor nekem már csak szuper van. De én nem mindig számolom. Én véletlenül többet adtam be. Hó, de genya voltál! Ez a Goku nagyon erős. Ja. Nem volt elég energia. Próbáltam gyerekek most, nem, az se rám az első költ, aki azt mondta, hogy nem próbáltam menő lenni, na. 2-0. Kék Goku simán tovább. A borítókép érvényét megszerezte. Ennyi, hogy kék Goku? Kék, de egy bármelyik lehet a 10-szeres Kaioken vagy a másik. Omega Sharon Jakku ellen. A Jakku-nak a lézere nagyon erős. Omega Sharon, Omega Sharon, Omega Sharon, Omega Sharon. Valaki már játszik? Á, még nem játszanak a GTA 6-tal. Csak arra gondolsz, kik vannak benne, akik ugye követték a szériát, mi a bajszos csókát ismerik belőle. Ennyi. Omega Sharonból ugye a ízését elvesztettem. Azt valljuk be, hol van. Ha jó lenne őt tovább juttatni. Ugyan. A Jakku az tudod, huncu. Neki vannak a lézerei. Valóban egyébként, hogy a ott hívják a... Tózenda, szüper elite dakara na. Pálya, pálya. Ez igaz? Nem tudom, nálunk nem volt ilyen, nem tudom, ez a csomagösszeállítás honnan jött. Nálunk volt? De nem mindig. Ő egyik tanárnak az ötlete. Uh-huh. Akkor csináljuk meg. Ennyi lenne. Ezt ne akarsz még így megölni? Hátulról. Aha, tudom. Ah, oh, hogy a... Mennyit vett? De lehet, hogy a testem sérülékenyebb. Ó, oh, a pózdal kaptam energiát. Neee, meg rájött a Balázs, hogy mi a Omega-nak a titkos fegyvere. Díre, kivédi így a teleportokat. A szemét. Ó, meg a nagyon szemét, így ki tudja védeni a teleportot. Mi egyszer egy konzolret vettünk úgy, hogy volt hozzá a GTA 5. Még régen, PS4-ek. Uh-huh. És belenéztünk milyen. Lehet, hogy játszunk kellett volna vele, de nem győzött meg annó. Nekünk annyira nem jön be, de nekem ahogy bármelyik kocsit el lehet kötni, így az igen. De az a baj, hogy ilyen... Amikor teljesíteni kell valamit, az annyira nem jó. Bármennyi bő van neki? Hát ez csalás, nem? Tíz állak is ilyen. Azt is egy elit kombón van. Miért ütött ez a tornalóval? Bele!
Szegény Jakku. Hát azért még nem, szegény pont maradt egy élet eddig. Sarkad megölte. Tényleg nem december 5-én ad előzetes neki? Daimán? Nem, nem a Daimának, hanem a GTA-nak. Nem tudom, de ugye azt nagyon várják így. Előzetes van ilyen... Elég a Omega. Meg egy Omega van. Tírjú Jacko. Tírjú a Beast Gohan. Saiyaman videl ellen. Beast Gohan. Aha. A legerősebb. Tavaly bejutott a top 5-be, nálam volt. Ő például bejutott, hogy? Melyik fura zenére gondolsz? Milyen fura zene? Nem is van, hanem valamit bejött valami, hogy hello, egyes bíró. Pium, erre gondoltál, hogy legjó? Hát az a Sander, szeretik a GTA-t, mert nyomok én egy GTA-6-ot tektek. Na, de nekünk ezek kimaradtak. Igen, nekünk nem volt. Bízd van. Nem úgy kell mondani. Nekünk sem erre nem volt lehetőségünk. Egyébként tényleg nem, ez az? Mm-hmm. Úgy érted, hogy jövett kéz Balázs? Nem, csak megnyomtam az off. Jó, köszön! Egyébként belegondolva, ha GTA 6 jön most majd 20-valamivel, akkor az mondjuk 2040-ig is lesz. Hány éves is a GTA 5? Mert a 13-as. Szóval 10 éves. Búspálya. De izé, történelem inkább osztálytársainak fenne, mint valahogy gyerek. Most mi épített a kis gyerektő? Az a kis gyerek örül, mert a csomagodnak. De ti nem kaptok egyébként? Hát, is kaptok, nem? Nem, ők nem kaptak, az az. Menne nem gőlnél. Látszik, hogy újabb, nem? Hely, hát azért... Az őszintén vagyok, nem nagyon voltam még vele. Ha én se. Jaj, a csaló videl! Nagyon sok ilyen kombója van. Omotte renge! Mikor? Mikor csinált a Gohan ilyet, Balázs? Hát túl erős vagy. Jelen erősebbet megölt. Azt is elrontottam. Na jó, ha meghaltál volna. Szuper támadásaid ellenére is. Jobban összeszedni magunk a gyerekek. Vágjunk oda erőteljesebben. Használjuk ki a nekünk erőket, mert ha nem, akkor megbaszod minket a videlnek az a Justice Force. Megöllek szerintem. Na most nem, most nem menekülsz meg. Úgyse volt nekem a legerősebb. Omotterenge! Ó, miket adogatta itt be? Yes!
Pedig esélyed sincsen. Hát ott hogy is kell hátulra teleportál? Na, vissza! Mondtál, hogy egy kört nyerek? Balázs, ki akarod ejtetni a guhan? Hát, hogy a Netflixnek annyi pénze nincs, hogy max egy olcsósított Snyder verszét tudnának megvalósítani, mert azt hiszem ilyen 100 milliókat adogatnak egy nagyobb produkcióra. Az egy igazságligájára kevés lenne, nagyon. Két erő? Igen. Nem vagy olyan a gohan, mint a Ultrasz, hogy erősnek tűnik és nem hagy. A legerősebben? Ez mi volt? A legerősebben refúzom a szóba az, amikor belé kripni. Ah, 2-1. Azért majdnem de lehet, nagy baszás lett volna kikapok. Mi? Az Ultrasztor is kikaphat. Az már ki is kapott. Az egyik. Az egyik. Omega akkor ugye bi... azt. Beat Gohan. Következő. Guldo, nem is játsszuk le. Guldo 4-es Gogeta. Most nem esik ki a Gogeta. Bár a Guldo megfagyasztja az időt. Képes 200-at? Mire gondolsz? Mondj egy filmet. Mi ugye hát nem az több. Új, nem? Hát arra nem darabosan adott annyit. Guldo, ha? Kettő is van. Az egyik időfagyaszt, az a jó lett. Mindegyikben Time Controller van, szóval. Na hol a 4-es Gogeta? Most bejut, most nem esik ki. Hú, de most megverlek, Balázs! Hát, én kaptam. De nem, most nem esik ki, azért a Guldot megverlek. De jó, esküsz, annyira jó lenne, aki esne. Azért a Guldot legyőzem, na. Agyonütő. Összenyomom a fejét. Gyere, Guldot. Kikapna. Nagyon el kell intéznem téged. Jaj. Várjál, miért mi is van, mert ez egyik nem ért semmi. Han azzal akarsz mi? Hátba ver a Balázs. Meg le akarsz győzni? Milyen jókat ad. Megakasztotta az időt. Mit csinál, Balázs? Miért mindig ez van? Balázs, hát pont olyanokat adsz be neki. Hát így hogy?
Lehet, hogy kinyírja tényleg. Túlke ember egy különösen veszélyes bűnöző 200 millióval készül. Hú, bajjál ma. Megpróbálom. Nem fogom vissza magam ennyi. Maketónyó! Pedig védekeztem, de hátba nem lehet. Még ezt se talál! Időt kodasz? Egyet nyertem, de azért tény, nincs támadó erő. Kiesik a Golgata a végig. Most én is taktikázok. Én már nem taktikázok rá, mondjuk megölő. Itt elő. Nem értem, az libbangot nem tudom beadni. Hát fel lehet feszíteni. Akkor, akkor mi értem? Amit, te, amit én verek, te azt lelövöm. Most mi van? Jaj, legerősebbet dobtad, a csalás! Nem esett ki! De nagyon kicsi volt. Nagyon kicsi volt, nincsen erőm. A Gogetával csak verekedni lehet, nincs ereje. Nem lehet beadni a másikat, mert mire megcsinálod, vége. Felnőtt Goha. Balázs, hogy lehet felnőtt Goha? Te tudod? A másik Goha mi volt? Felnőtt Goha, de Goha. Balázs, nem mondtam, hogy keres, akkor várjál. Ha a múltkori Gohan volt. Hm? Mondtam, hogy keres, hogy van-e felnőtt benne, akkor az sima, mert ugye az a tini Gohan, tehát akkor az a kicsi. Nézd meg, van-e jövőbeli Gohan? Azt mondtad, hogy nem találtál felnőtt Gohan. Felnőtt Gohan? Hú.
Gohan, Golden. Ez a jövőbeli külön van, az a sima Gohan akkor. Akkor most ki kell cserélnünk. Kini Gohan is van. Nincs Gohan, nincs. De van. Hol? Hol az melyik Gohan? Látsz még Gohan? Van Tini Gohan is? Kis Gohan is? Akkor az lesz a Saiyaman Gohan. Lesz a Saiyaman Gohan. Tehát írjuk, hogy... Saiyaman Gohan. A jövőbeli Gohan, kis Gohan, felnőtt Gohan már volt. Van a Saiyaman Gohan. Mozis Gohanból csak egy van. Ja. Nézd meg, van egy több Gohan? Gohan, Gohan, ott Gohan, Gohan, volt. Nincs, Gohan. Zero moziból volt egy, én voltam vele. Hát ennyi. Az a kizé Gohan. Akkor melyik az enyém? Én a... Fú. Van, Saiyaman Gohan, tiéd. De mondjuk, hogy milyen erős, szóval... Tűzve a Demon Slayer-nek van fan szinkronja. Ez a fú? Érdekes. Voltak ilyen tervek, nagy fan szinkronok meg ilyenek, de azt hiszik, hogy majd egyetemista srácok fogják összedobni a pénzt. Meg ilyenek. Ilyen cirkuszvágó, vagy mi? Aha, ilyen érdekes embereket el. Hova tűnt el? Vágok egy felületet és villámoszik. Én még nem voltam a kúrban. Én sem legyen. Mi történt? Kétszer kell megnyomnod. Így robban be. Milyen jó neki. Ah, fú, nagyon erős. Mi? Annyira akarják kiadni? Annyit akarják? $150? 30 ezeres LCD-t lesz a GTA-nak, megveszik azt a Rest Collector-t. Hát ez $150 az sok. Hát az nem lehet annyi. Hát az 40.000 forint. Mennyi most a legdrágább alapjáték? Így kijött. Hogy nincs ilyen ultimátor kiadás semmi? Az alap, kiadták az alapjátékot, mondjuk az a PS5-et, hogy PS5 játéka. A RAM nagyon drága szerintem. Alapból 30 ezer. Valamennyi. Szerintem az olcsóbb volt, mert volt még PS4-re. Így elvileg ingyen mehetté fel PS5-re. Ó, Chibi-Nero! Meg a villámozik? Egyébként, miki ezek a franc szinkronok jók? Vagy csak azért nézett, hogy ne vessél. Őszintén.
szemét pedig dobál alakíté. De azt gondolom Orcsi gyűjtői valami, nem? Amit mondod, legdrágább lehet egy 2000 euró. Például a Cyberpunknak volt az a gyűjtői verziója, és ami nagyon nő volt így, nem tudom, hogy az végül megvalósult-e. Gondolom, amikor reklámozták a játékot, úgy volt, hogy ez így lesz majd egy gyűjtői. Igen, nem is voltam el elég. €80 volt, hogy az a Final Fantasy 7 remake-je. Nem, azt jelenti, hogy nem GTA, alapból ennyi. De mi volt az a játék annyi, nem már? Hát oda kell adni a májad. Tiszta civile rózol itt te. Olyan menő ez a púj, nem is voltunk. Én megerő. De csak akkor, ha elkap. Valami össze nekem. El tud tűnni. De akkor nyomod meg, amikor akarod. És akkor jön vissza? Aha. Mint a Kaguyának. Tehát neki nem is, de nincs támadó. Véd ki ilyenkor? Hát nem volt idő, nem bírtam kivédni, mert eldobtál pont. Eltűnt, utána megint nagyon vissza. Erős. Ja, így értem. Így nézed akkor, hogy animéket? Mit? Nem akarsz, japán feladta a tévét? Ugye mindenki azt mondja alapból, hogy magyar szinkron minek? Ja, fú. Jó, lenne gét a szájában, akkor kis törődjétek így. Beleírtad? Nem. Kill Gogeta. Hát már Gogeta, hát azért tovább. Van normál Gogeta. Uh-huh. Élvel vagyok. Uh-huh. Oh, come on, Rage. Mi a különbség? Csak ennyi? Elott vagy nem? Ez a Gogeta, vagy ez a normál Gogeta? Az szuperes Gogeta lenne. Úgy írtad? Úgy tudom, hogy Krisztiában már kétkedni kell. Mi is szeretjük, csak tudjátok mindig, amikor a magyar szinkronos dolgot védünk, akkor például a videóknál is az, hogy fúj magyar szinkron, meg ha a diskurzust tartasz róla, akkor is fúj magyar szinkron, így meg úgy. Nem értem mindig, hogy meg ez az eredetibe a legjobb. Minden kacsondat ellenő? Nem a legerősebb, more. Verekedek csak. Hát nem mindent ellősz. Egyen van már állat, mikor... Ez nem jön össze mindig. De ne, látfánt akarok, közben karcolom kéne. Aha. Fuck!
Bakker, kiütött belőle. Dezső, szereted a Gogetát? Ma írni akartad? Ne, de a filmeket, ha lehet, akkor magyarul nézzük. Mit tettünk ma? Brassoly. Nem brassoly, hanem az a... És mindegy. Ez gyrosznak számít, csak ilyen... A gyros hús helyett ilyen... Krumpival. Krumpival, gyrosz féle valami ilyesmi, jó volt. És ti? Szereted a... Éppen verekedek itt, te meg megölsz. Hát nem, így verekedek, Pori. Bestinek egy kérje van? Aha. A francba, de jó neki! Látod, már ezért is nézni, most megnézni a kezdőrugáfidónkat! Megölted a Gogetát, Balázs! Túl sokat vesz neki ez a zöldni! Tudjátok én mit tettem? Maradékot. Az jó egyébként, a rántott húsból maradékét jó, a töltött káposztának a maradéka is jó, a húsleves másnap is jó, ugye el kell rakni. Pörköltet is el lehet. Hát sajnálom. Kale! Úgyhogy ha elmegyünk mellett, hogy kikapott, igen? Miattad? Golden Freeze a Rico mellett. Hát a Krill nagyon erős. A Golden Freeze-ából ugye... Nem kell cidrizni, csak egy van. Hát most mit tegyek, Orcsi? Nézd már meg a két pont, eszembe jutott a Suzy Cortez, így összeraktam a képet, hogy a Messi-nek királyom gérte. De egyébként tényleg, a Kél nagyon erős. Universus? Ó, pont örölted, így nem mondom. Ó, azt milyen jó poén lett volna bevágni pont. Megnyalta a öklét. Egyébként egy gyúr is. Ja, a Rico most tud meglepetést okozni, szóval... Aha, mert a középen kezd... Most láttam, kezdtek abból. Hát úgy kell, nekem is. Úgy, ha megúsztad volna véletlenül. Szia Golden Freeze! Balázs is üssön már ki egy olyat, aki kemény. Na. Úgyhogy is arra mentem rá a Freeze-álni, hogy beadjam azt a tuccot. Yeah!
vissza! Később robba. Nem vittem fel, hogy hiákom. Ki is lehet védeni pedig. Most mi írem? Hát... melyik volt a legjobb kont kényelemből a controller? Az Xbox 360 a legelső. Igen. 2-1. Rögtön nyertél? Ha. Ha temetted volna. Köszönöm, ha temettedek. Pont a hátához! Mit csinálsz, hogy így nyomkodod, direkt előtt többet megyen? Ennyi volt a rékodé. PS4-nek is nagyon kényelmes volt, de megint kényelmes is szerintem, meg könnyű. Ezzel szemben, hogy egy 360-as például elemmel már jó súlyt nyom is. Utolsó? Mhm. Most jön az utolsó, gyerekek! Mirakepla? Hát a Mira... A Mira nagyon erős, ha tudsz vele verekedni. Az a melyik? Démon. Ja, aki mindig kevertünk a nevét. Továbbnak a szemem. Melyik is el szól vagy? Hol le, mit kéne lennie? Ott van. És az a legerősebb, az aki... egyik androidos, a másik ilyen. És az a legerősebb. Androk kik besívik el, és a Sirius bomba. Belédítök és eldoblak. Még már jöjjön. Ez... melyiken voltunk? Előbb, Dick. Választ egyet, már mindegy. Jó lesz ez? Hát volt már egy kis kontrollerünk. Igen, kicsinyített. Meg az voltam. A fegyver puska vagy mi. Például a Sega-i volt, nem? Top!
Ah, kifáradok és még verszünk. Most én jövünk. Hogy lehetett annyit nyitni? Kaptál? Hé, időm sem volt teleportálni. Milyen erős. Például a Wii-t mindig akartunk, Wii-t. Azt például, az meg PS2-t. Én azt szerintem, hogy a Wii-nek mi jó mindig az egy grafikai szezonnal lemaradni. Na, kettővel. Na most például kettővel. De mindig egy Xbox 360-nyi teljesítmény vagy egy kézi konzolba összedobva. Csak mondd el köntösbe. Nem oda a teleportál? Kétszeres? Hát fíjtad, akkor mégsem teleportált oda. Másik. Bazd meg, mira. Na, sima ró, sima villám. Villám. Legújabb helyzetben már a robotok ellen harcolnak. Heroes-ba. Most egyébként egyébként készül a videó az új Heroes részről. Remélem tetszik, vagy ilyen nagyon eltűnik, mert nagyon nem szeretik a cég gémia. Hát kiderül. Milyen szar képességeim, csak egy értékeltő erőm van itt. Nem teleportál ma oda. Tették neki. Hát de ott aktivizom a teleportot. Ezen mira rúgásni? Túl erős. Így esett a kefa, csak úgy mondom halkan. Hát ha mira erősebb. Ja, nem kell kilépni. Két ilyen itt így kell kilépni, mert ugye épp kilépni. Jó volt, nem? Ki pedig nem élvezte a live-ot, az
Hát arra azt tudom mondani, hogy elevenítse fel a régebbi live-okat esetleg. Nem? Biztos. Várjál! Kaptuk a kijelzőt. És már jó is láttam, hogy Dezső küld valamit. Tessék. Ó! Ez az izére vagyok. Lábat rajzolt. Azt. És a hátul a csípőt, meg a lába, meg a bokát. Elég nehéz. Sokat edíroztál, Dezső. De jó, sikerült. Na. Hát a DLC mind jó egyébként, de a karakterek miatt. De az a baj, hogyha minden karakter kell, akkor tényleg nagyon sok pízbe kerül. Jack Sparrow-s a legjobb megoldás, PC-n egész jó. De ugye ez nem működik, akkor konzolos kell, akkor kicsit drágább. De meg kell várni az akciót. Mi gondolsz? A játék is sokba beszerzed a DLC-ket. Rámegy a fél vagyonod. Fokozatosan. De nem, tényleg rámegy a fél vagyonod. Nagyon drága. De amúgy a karakterek miatt megéri. Ilyen fél vagyonod, rámegy a vagyonod. Na, de ne felejtjétek, hogy ennyi volt a Traverse 2 VS Party, találkozunk a játékkal. Talán holnap pedig... Milyen a Isten vinni? Aki lemaradt a mostaniról, belenézhet, hogy milyen volt. Lájkolhat minket. Kommentelhet itt a Let's Play-en. Holnap pedig ismételten jelentkezünk, ha minden igaz. Hát a lábujjak ugye ilyen nagyobb kicsinyített verzióban vannak, nehezen lehet látni, de ahogy megrajzoltad, az jó. Holnap folytatjuk, ne feledjétek. Lehet, hogy más játék, és akkor pótoljuk a Legends-et, vagy ugye megint VS-part. Bármi jöhet. Jó szeret mindenkinek. Kezdés este 7, fél 7, meg fél 8. 8. Még megy bala. Tegyek még hozzá valami? Ja... lájkoljatok a felületeinket, és nézzétek meg a legújabb kezdőrúgás videót. Még annak is jó lehet, aki nem szereti a focit. Még megy. És én vettem fel, látható vagyok benne egy bizonyos ponton. Még megy. De már nem megy. Hello. Hello. Meg vagyunk a végén.